Autentikus cigánytánccal érkezett a versenyre ez a bátai pár. Ők már évek óta dolgoznak együtt, azt mondják, minden alkalommal boldogok, amikor közönség előtt léphetnek ki a parketre. Büszkék vagyunk arra, hogy mit tanultunk az idők során, és hát, hogy mindenhol megismernek minket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság kisebbségi kapcsolattartó csoportja 3 évvel ezelőtt kezdeményezte a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló Ki mit tud megszervezését. Azóta a program egyre sikeresebb. Meglepett, hogy ennyi versmondónk jött ma össze, de hát azért láthattunk itt igazán virtuóz táncot, szólótáncost is és hangszeres zenészt is. A szóló éneket hiányoltam én még magam, de remélem majd a következő alkalommal erre is lesz példa. Sárközi János József, az országos Roma önkormányzat képviselője szerint az ilyen rendezvények nem csak a résztvevő fiataloknak tudnak sokat adni, azáltal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítanak nekik, hanem a társadalom minden tagjának, hiszen megmutatják a kisebbségek évszázados hagyományait. Elsősorban vagyunk magyar állampolgárok, azon belül tartozunk egy nagyon-nagyon színes nemzeti és etnikai kisebbségi népcsoporthoz, a cigányhoz, amire mi roma emberek nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és mindig azok is fogunk lenni, de viszont a többségi társadalomban természetesen hasznos tagjai akarunk lenni, hogy ne kritizáljanak bennünket. A Ki mit tud idén az első 3 produkció mellett 6 külön díjat is kiosztottak.